és ennek a helyszínválasztásnak a jelentőségét igazából az adja, és azért gondoltuk, hogy ezt a helyszínt választjuk, hiszen a képviselők igen nagy lépést tettek a dohányzás visszaszorítása érdekében azért azzal, hogy ezek 2011 áprilisában elfogadták a nem dohányzók védelmére szóló törvény módosítását, és ezzel 2012. január 1-től a jogszabály életbelépésével gyakorlatilag a közterületeken, a közintézményekben, egészségügyi intézményekben, munkahelyeken, játszótéren, buszmegállóban és nagyon sok helyen sorban a dohányzás megtiltását. Ez azt gondolom, hogy nem csak azért fontos, mert az Európai Uniónak és az egészségügyi világszervezetnek az egészségpolitikai és szakmai elvárásait teljesítjük, hanem azért is nagyon fontos, mert a népegészségügyi és a gazdasági jelentősége a dohányzás visszaszorításának hatalmas. Hogyha csak azt említem meg, hogy a haláleseteknek körülbelül az 1/5-ét a dohányzással összefüggésbe lehet hozni, vagy pedig azt, hogy a rákos haláleseteknek az 1/3-a a dohányzás következtében történik meg, akkor azt gondolom, hogy ezzel rávetítettem már is arra, hogy milyen fontos az, hogy a dohányzásnak a lakosság körében történő visszaszorítása megtörténik. És erre példákat is említhetnék, hiszen a tüdődaganatos betegségeknek 80%-át például a dohányzás okozza, de más jellegű rákos megbetegedésekkel, mint a szájüregi rákok, amelyek sajnos az utóbbi időben Magyarországon felfutóban vannak, szintén összefüggésben hozható, vagy az ajak rá, a géger, a lépcső, a bőrgőd daganatai, de egyéb daganatok, akár bőrgyászati daganatok terén is jelentős hatással. Nem beszélve arról, hogy mindenki számára ismert, például a terhes anyák dohányzása következtében megnő a koraszülések aránya, a kisúlya születek, a kisúlyosak aránya. És végül egy dolgot magával a dohányzás és szokással kapcsolatban is szeretnék megemlíteni azt, hogy az utóbbi években a gyári cigaretta fogyasztása némiképpen csökken, miközben a sorú cigaretták aránya jelentősen nőtt, ami azt jelenti, hogy ma már az elfogyasztott vagy elszívott cigarettáknak mintegy 1/3-a a sorú cigaretta. És még egy gazdasági jelentősége az, hogyha a bevételeket és a kiadásokat vizsgáljuk, akkor azt találták, hogy körülbelül 80 milliárd forint az az éves szinten az a plusz kiadás, amit a megbetegedések miatt az országnak erre fordítania kell. Ezekkel a bevezető szavakkal, illetve azzal, hogy ma ünnepeljük, illetve holnap igazából, mert minden év novemberének harmadik csütörtöke a 4 órás világnak, ennek keresztül